Dőlnek az adományok a Felcsúti Foci Akadémiához. Az utánpótlás nevelésért alapítványhoz 2012-ben még csak 850 millió, tavaly viszont már 2,8 milliárd forint érkezett, most még fél milliárd forint költségvetési támogatást is kaptak az Emberi Erőforrások Minisztériumától. Az összeget az akadémia mellett 2 éve épült középiskola kapta, az alapítvány szerint azért, hogy a diákok helyben tanulhassanak és ne kelljen ingázniuk. A Makovec Imre által tervezett futballakadémia épülete Felcsúton. Világszínvonalú körülmények között edzhetnek és tanulhatnak itt a jövő reménységei, az utánpótlás nevelés anyagi helyzete évek óta irigylésre méltó. Főleg a tavalyi évet zárták jól, az alapítvány mérleg szerinti eredménye egy év alatt 1,7 milliárd forintról 5,6 milliárdra nőtt. Ez több mint háromszoros emelkedést jelent. Sok volt az adomány is. Egyre többen tartják fontosnak, hogy támogassák a felcsúti utánpótlás nevelést. Az alapítványhoz 2012-ben még csak 850 millió, tavaly viszont már 2,8 milliárd forint érkezett. Az akadémia pedig azt a célt tűzte ki maga elé még Mezei Györggyel, ezt így álmodtuk meg, hogy a világ egyik legjobb akadémiáját hozzuk létre, és ahhoz méltó épületeket láthatnak most önök itt körülöttünk. A miniszterelnök ezt a 3,8 milliárd forintból épített Pancsó Arena előtt mondta. Az Orbán Viktor által méltónak nevezett épületek között egy középiskola is áll, amelynek fenntartója ugyancsak a Felcsúti Utánpótlás Nevelésért Alapítvány. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket itt Felcsúton. Az intézményt 2012-ben nyitották meg, bár a fenntartó alapítvány anyagilag biztos lábakon áll, tavaly még a költségvetésből is kaptak pénzt, 489 millió forintot az Emberi Erőforrások Minisztériumától. Az összeget az alapítvány éves beszámolója szerint a középiskola programjaira fordították. Azt nem lehet tudni, hogy ez pontosan milyen kiadásokat jelent. A közel fél milliárd forintos költségvetési támogatással kapcsolatban szerettük volna megkérdezni az Emberi Erőforrások Minisztériumát is arról, hogy miért éppen a Felcsúti Alapítvány kapott ekkora összeget, illetve részesült-e más futballakadémia hasonló támogatásban. Kérdéseinkre adásunkig nem kaptunk választ. Ladislay Gábor, RTL Híradó, Budapest.